Szép jó napot mindenkinek! Nézzünk most egy igazán könnyen elkészíthető gyors vacsorát. Ez a mozzarellás sült szendvics, ami olasz néven mozzarella in carrozza, hogyha jól ejtem. És megpróbáltunk utána keresni, ilyeneket találtunk, hogy ez mozzarella kocsiban, vagy mozzarella simogatásban. Úgyhogy ha valaki tud olaszul, majd tegye meg, hogy írja meg nekünk, hogy speciálisan ez éppen mit jelent. De lássunk is a munkához. Amire szükségünk van, 8 szelet szendvics kenyér, én annyit tettem, hogy ennek már a héját levágtam. Kell hozzá nekünk 3-3,5 deci tejet, kimértem. Ehhez teszek 3 tojást, ezt jól el fogom majd keverni. Teszek hozzá sót, borsot, ez majd a végére kell. És a szendvicsre, ami kerül, először majd szeletelek paradicsomot, a szendvicsre kerül paradicsom, erre szeletelek a paradicsomot, mindenképpen megsózom, megborsozom, erre kerül majd felszeletelt mozzarella sajt, a mozzarella sajtra kerül sonka, a sonkára pedig bazsalikom. Ezt egy kenyérszelettel befedem, a teljes tojásban, amit ugye sóztam, borsoztam, megforgatom, bő olajban pillanatok alatt megsütöm, pusztán annyi, hogy kívül kapjon egy kis kérget, belül pedig a sajt megolvadjon. Konyhai papírtörlőre szedve lecsöpögtetem, és azután már tálalható is. Akinek éppen kedve van, az egy nagy adag zöld salátát kínáljon hozzá, és akkor ez egy nagyon könnyű, nagyon gyors, olyan munkából hazaérek, és akkor gyorsan összedobok valamit című vacsora. Jó étvágyat kívánok hozzá, és nézzék, hogy készül.